tartunk egy kis Arduino bevezetőt, úgyhogy most is ezzel fogjuk kezdeni. Szia! Ki az, aki itt már játszott Arduino-val? Nagyon jó. Ki az, aki kódolt C, C++, Java? Nagyon jó nyelveken. Jó, akkor ők jól fognak járni. Az Arduino, itt van egy pár darab, szét is fogom osztani, amit meg, sőt, már most is szétosztom őket, hogy ti is nézegethessétek, amit én csinálok vele éppen. Sét. Neked is. Mondjuk ti csak nézegetitek, de nem baj. Szóval... Itt a csodálatos Arduino. Ebben... Tehát ez egy olyan board, ami önmagában működőképes. Itt található bal oldalon rajta először egy USB port, ezen keresztül lehet programkódot juttatni rá, illetve ezen mindjárt tápellátást is kap. Tehát ha van egy notebookod, meg egy Arduinod, akkor azonnal neki tudsz állni hackkelni. Ha szeretnéd a géptől függetlenül használni, mert már fejlesztettél rá valamit, és szeretnéd, hogy ez menjen mondjuk a fürdőszobában, és ott twitteljen, amikor lehúzod a WC-t, igen, van ilyen projekt, nem egy, akkor van rajta még egy másik csatlakozó, amin keresztül egy külső tápot tudsz rádugni, ez olyan 12 volt körül van, akkor nagyon jó. És ebből csinál 5-öt, ami kell neked tápellátáshoz, és van ez a kis jumper, ez kivéve lehet átdugdosni, hogy melyikről vegye az áramot. Maga a lelke a cuccnak, az itt található ez a nagy fekete duplasoros kis IC, ez egy mikrokontroller. A mikrokontroller szó nagyon fancy hangzik, valójában annyit jelent, hogy egy olyan kis számítógép, amely gyakorlatilag mindent tartalmaz ebben a kis tokban, tehát van benne egy processzor, van benne persistens memória programkód tárolására, ez ugyanazt a flash technológiát használja, mint mondjuk a pendrive-ok vagy az SSD-k. Van benne egy kis EEPROM, egy kilobájtnyi, az arra jó, hogy tudjál te a programkódon kívül perzisztens adatot tárolni, mondjuk naplózni, vagy valami olyat, amit szeretnél, ha tovább megmaradna, mint hogy eltűnik az áramellátás az eszköznek. Végül van benne 2 kilobájtnyi RAM is. Ez gyakorlatilag amíg működik, addig tudsz benne tárolni dolgokat, nagyon sokszor felülírhatod, nagyon gyors. Tehát például, hogyha a programodban használsz változókat, azok is itt kerülnek tárolásra. Maga a flash program az 16 kilobájtnyi, tehát a flash tároló, amiben a program az 16 kilobájtnyi, ebbe kell beleférni a kódodnak, ez lehet, hogy most kevésnek tűnik, tehát Windowson ma már ritkán látni 1 megabájtnál kisebb exéket, de higgyétek el, azokra a dolgokra, amikre ezt fogjuk használni, ez bőven elég lesz. És az újabbaknál minden értéket meg kell szorozni 2-vel. Tehát nem tudom, hogy mostán osztottam ki egy olyat is, amiben az a verzió, amiben 32K a flash, 1 kilobájt az EEPROM, a másikban 512 byte, és egy helyett 2 kilobájt a RAM-ja. Bőven bele fogunk férni, kivéve olyanok vagytok, mint a Maxigáz, aki fogta és neki állt rekurzív programot írni benne, ami egy PC-n tök jól működik 512 meg a memóriával csak. Hát itt ugye minden egyes kis iterációnál hopp, még egy elem a stackre, hopp, még egy elem a stackre, és szépen elszállt az eszköz. Végül, ami még érdekes rajta, van ez a kis felületszerelt IC a bal felső részén, tudom, attól függ, hogy tartjátok úgy bal felső, tehát ez a kis széttaposott picike. Ő felel azért, hogy az USB-n keresztül rádugod egy gépre, akkor ő egy soros portként jelenik meg, és ennek a kis mikrokontrollernek is van egy beépített soros interfésze, így mindjárt tudsz nagyon egyszerűen debugolni oly módon, hogy te nyitsz egy soros konzolt, egy ilyet tartalmaz maga az Arduino környezet is, és arra te tudsz kiküldeni adatot a gép felől ide, illetve innen a gép fele. Mint látni fogjuk, ez igazából a legtöbb projektnél elegendő is, tehát bár a kapacitása az ugye 115.200 bit per másodperc, ami nem sok, cserébe kevés, tehát 56K-s modem kategória, de a legtöbb esetben arra elég, hogy kiküldje egy rövid üzenetet, és ő válaszoljon, tehát úgyse fogsz neki MPEG-et streamelni kifele, mert úgyse tudná feldolgozni. Ő neki a kis órajele az ugyanis 16 MHz, amit abban le lehet dolgozni, azt ledolgozza, de ne várjunk annyit tőle, mint egy PC-től. Ez inkább a számítástechnikának a 20-30 évvel ezelőtti állapotát tükrözi, cserébe maga az IC az mondjuk megkapható egy ezres alatt, és sokkal kevesebbet fogyaszt, mint bármi a piacon, ami mondjuk egy Linuxot el tudna futtatni, és hát gyakorlatilag amit meg lehet csinálni egy számítógéppel, azt ezzel is meg lehet, legfeljebb lassabb lesz.
A szoftver hozzá, az most itt van kivetítve, az Arduino ide, ezt le lehet tölteni Windows, még ilyen kérdés. Ez a gomb itt mire van? Van rajta egy gomb, az arra való, hogy rezeteld az eszközt, tehát a alapértelmezés szerint, hogyha ugye rádugod a tápot, akkor ő megkapja az áramot, neki áll futni benne a programod, és az addig fut körbe-körbe, ameddig el nem veszik az áramot. Ha esetleg valami lehetetlen állapotba jutna, akkor ezzel a rezettel vissza lehet ugratni a legelejére, mert egyébként, tehát itt nincsen vége, tehát nem indítasz alkalmazásokat a desktopról, hanem ez amikor áramot kap, fut, és addig fut, amíg kell neki. Ezen a, tehát ezzel az eszközzel nem tudod tönkretenni az USB-det ilyen szempontból. Egy módon közelíthetsz hozzá, hogyha fogod és rövidre zárod a tápellátást, úgyhogy közben az USB-ről van táplálva. Tehát ezzel a jumperrel beállíthatod, hogy ne a gépről kapja a tápot, és akkor nem a gépedet fogja tönkrevágni, hanem az 1000 forintos tápegységedet. De éppen ezért ajánlott is használni, például nálunk itt van a hackben ilyen tápegység, ami direkt arra van kitalálva, hogy ilyen eszközöknek be tudod voltra pont, sőt 100 voltra pontosan ejteni hány voltot adjon, és ő például limitálja az áramot, tehát amint zárlatot csinálsz, ő lekapcsolja a tápellátást. Igen? Igen, itt már meg is ismételtem a kérdést. Benne volt a válaszban. Nos, tehát az Arduino felület az letölthető a honlapjukról, és bár fogunk majd advankáltabb verziókat is mutatni belőle, egyrészt ez demonstrációra csodálatos, mert fölteszed, van egy Next Finish-es telepítője, és működik, aztán ha szeretnél tovább menni, tovább mész. Alapvetően elég bugyutának tűnhet, főleg, hogyha már foglalkoztatok komolyabb környezetekkel is. Nem informatikusoknak tervezték. Tehát ez egy tanulási célra, illetve alapvetően nem informatikusoknak, hanem például művészeknek tervezett ide. Tehát van ugyan benne egy egyszerű menü, amit most el is fordítottak magyarra, fene se érti miért. Van benne egy egyszerű eszköztár rajta egy ilyen kis pipával, ezzel lehet ellenőriztetni a kódodat. Ez, hát nektek már talán az a szó bőven mond is valamit, hogy fordítás, tehát ekkor lefordítja, de nem tölti fel az eszközre. Ez arra, hogy anélkül, hogy az eszköznek öregbítenéd a flash-ét, tehát ugye megvagy egy flash-t hányszor lehet írni, előbb-utóbb tönkre megy, anélkül meg tudod kapni, hogy a kódod a szintaktikailag helyese, meg esetleg ilyen warningokkal figyelmezheted a fordító, hogy ugyan helyes, de nem biztos, hogy azt fogja csinálni, amit te szeretnél. És van egy ilyen feltöltés nevű másik gomb, ez azt csinálja, hogy újra fordítja ő is, de mindjárt föl is tölti az eszközre. Ezek az opciók, itt megnyitásmentés, ez a véletlenül se használjuk azokat az ikonokat, amit a többi app használja, elég ére készültek. És ami szerintem még főleg az elején nagyon kellemes lehet, hogy van nekünk egy ilyenünk, hogy file, minták, és itt gyakorlatilag ilyen hierarchikusan elrendezve egy hatalmas adag mintakód van, amelyek mind-mind valamilyen részét mutatják be az Arduino-nak, és ezáltal bármikor otthon, közvetlenül az idében egy kattintással tudsz olyan működő kódot kapni, ami biztosan működik, és utána annak az apró módosításával lehet, hogy már meg is tudod oldani azt a problémát, amit te éppen kitűztél magadnak. Szokták mondani, hogy ugye minden programnyelvben, amikor te kipróbálod az adott környezetet, az első program, amit megírsz, ez egy Hello World, és tényleg csak annyit ír ki a standard kimenetre, hogy Hello World. Ez tök jó, mert alapjából véve nem egy nehéz feladat a nyelven belül, viszont az biztos, hogy a nagyobb hangsúlyt tudsz fektetni arra, hogy konkrétan eljuss odáig, hogy leforduljon a program, legyen fordítód, működjön. Hát itt ugye ennek nincsen kijelzője, tehát nekünk van egy saját Hello World-ünk erre, és ezt az Arduino-sok találták ki, hogy Blink legyen a neve. Az egyik kimenetére, mert ennek vannak analóg meg digitális kimenetei, ezekről is fogunk beszélni, az egyik digitális kimenetre van egy kis LED rakva, és hogyha ezt a digitális kimenetet egy állapotba visszük, ez 5 voltot jelent az esetében, akkor ő világít, ha nullára, akkor nem világít. Annak, hogy bármit hozzákötnénk, már ki tudjuk próbálni, hogy működik. És ez úgy történik, hogy egyszerűen fogom, rákötöm a gépre, azt mondja, hogy ebben egy 168-as van. Rákötöm a gépre a
egyik végét a kábelnek, a másikat rá az Arduino-ra, ő mindjárt föl is fog majd szépen villanni. Van rajta ez a kis zöld lámpa, ez jelzi, hogy ő most áram alatt van. És van még egyébként egy RX meg egy TX lámpa, amikor rádugom, akkor lehet látni, hogy fölvillannak egy picit. Ez a soros vonalnak a vevő megadó oldalára van rátéve, ez szintén jó, hogyha mondjuk kiraktad külső alkalmazásba, és ugyan nem tudod kapni róla az üzeneteket, de látod, hogy mondjuk periódikusan meg-megvillan, és tudod, hogy még működik, és nem került mondjuk egy végtelen ciklusba. És van is nekünk az Arduino-ban defaultból egy ilyen Blink program, ott található a Basics menüben, és te is nyugodtan próbáld ki, adok neked egy ilyen kábelt. Lehet, hogy driverre fog panaszkodni, fene tudja, de reménykedjünk, hogy ilyen nem történik meg. És erre kattintva behozza egy tök új ablakba, mert miért tartaná meg az előzőt, ugyan? Behozza, hát a program az elég egyszerű, tehát még le is írja csak azért kommentbe is, ha valakinek nem lenne egyértelmű, tehát megmondja, hogy a LED az a 13-as pinen van, az oda van egyébként aláírva, tehát ha megnézitek, mindegyik alatt van egy szám. És itt mindjárt látható, hogy két részre van osztva a program, van egy ilyen setup, és van egy loop nevű rész. Ez mondjuk úgy csak segít nekünk, valójában amit a chip csinálni fog, minden reset után egyszer végrehajtja a setupot, és utána a loopot hajtja végre a végtelen ciklusban. Tehát amit a setupba is, az egyszer le fog futni az elején, oda érdemes bármi olyat tenni, hogy a hardware-t beállítod, és a loopban pedig azt, amit úgy tényleg csinálnia kell, tehát a játékszabályokat lefektetjük. Ez esetben azt mondjuk, hogy a LED beírt értékre, ez ugye a 13-as, előbb high állapotot állítunk be, várunk 1000 millisekundumig, az egy másodperc, ugye, majd low-ba rakjuk, ez a 0 volt, és várunk megint 1000 millisekundumig, az azt jelenti, hogy 1 herccel fog villogni ez a kis eszköz. Ha azt mondjuk, hogy ellenőrzés, akkor gondolkozik egy kicsit, és kiírja, hogy kész, kísírja, hogy mekkora a mérete. Ezt még Arduino nélkül is ki lehet próbálni, tehát ha nincs Arduino, akkor is ki tudod próbálni, hogy a programod lefordul-e. És ez azért is jó, mert mindjárt mellé kísírja, hogy mennyi lehetne az eszközbe, és ebből látjuk is, hogy rosszul van az eszköz beállítva, mert az enyémben csak 16-nak szabadna férnie. Ugye át is állítjuk, hogy ez egy, legyen mondjuk, igen, ez egy Arduino NGO Roller with 168. És te is ezt állítsd be, hogyha esetleg kérdezi. Megint lefordítjuk, most már valószínűleg látszódni fog, igen, hogy 14K fér rá. Lehet kérdezni, hogy miért nem 16. Ennek az az oka, hogy ahhoz, hogy te USB-n tudj rá külön programozó egység nélkül tölteni dolgokat, ehhez kihasználjuk azt a tulajdonságát ennek a mikrokontrollernek, hogy megjelölheted a program területei részét, hogy ez egy bootloader, és ebbe a speciális módba, ebben a speciális részben futó kód képes felülírni a másik felét a memóriának, tehát a 16K-ból 2K-t elfoglal egy kis program, ami annyit csinál, hogy vár az USB-n, hogy akarsz rá kódot tölteni, ha nem akarsz, akkor egy timeout után tovább fut, és úgy érjük el, hogy a programozó módba léphessünk, hogy a soros vonalnak az egyik ilyen szintjelzőjét, nem tudom, ismertek, van ez RTS, CTS, vannak ilyen mindenféle régi terminál korszakból maradt jelzőbitek a soros porton. Ebből az egyik rá van kötve a resetre. Tehát a gép le tudja resetelni USB-n keresztül az eszközt, és rögtön utána tölteni is rá. Azért van rajta reset gomb, mert a régi firmware-ek ezt nem tudták, és kézzel kellett mindig, mielőtt rányomsz a gombra, gyorsan nyomni egy resetet, és reménykedni, hogy elég gyorsan indítod el a feltöltést. Nyomunk rá egy feltöltést. Itt látjátok, kicsit villog, és feltöltés kész, ki is írta, ennyi volt. Most szépen villog is egy herccel. És ameddig így villog, most már van demonstrációm. Közben neked sikerül esetleg? Mutasd, mi van. Neked 3.28-as van, akkor az teljesen jó, mondjuk, ha azt rányomod. Nyomj el egy feltöltést, és lássuk, hogy feltöltődik-e neked is. Bizonyítsuk, hogy nem én, nekem volt egy preparált Arduino, amire pont ez volt beállítva. Próbáld meg akkor azon. Na, valószínűleg a COM1 az egy beépített. A COM3, akkor próbáljuk azon. Na és lássuk, hogy majd villog el, amikor feltölti. Ez egy... Aha. Jó, akkor próbálj meg egy másik eszközt választani a listából. Tehát igazából... Az a lényeg csak, hogy 3.28, tehát mondjuk próbáljuk meg ezt a Duemilla nővét.
abban különböznek, hogy milyen protokollon várják USB-n pontosan a kis feltöltendő cuccot. Szóval, amit ez az eszköz tud ki- és bemenetben, ez egyrészt itt fönt az, amit már kipróbáltunk, ezek a digitális ki- és bemenetek, ezek összesen 0-tól 13-ig vannak számozva, hiszen mindent 0-tól számoz minden tisztességes ember. Ebből annyira kell vigyázni, ezt oda is írták az első kettőre, hogy a nullásra RX, az egyesre TX van írva. Ez konkrétan tényleg az a soros portja az eszköznek, amit a feltöltésnél, letöltésnél használsz. Ha te nem akarod használni debugolási célra, hogy küldj a gépnek, akkor ezt a kettőt is szabadon használhatod. Annyi, hogy a fel- és letöltés idejére onnan le kell húznod azt, amit rákötöttél, mert ha mondjuk szépen megterheli, akkor a gép küldi ki, de az a kis pici áram, ami a soros portnak a kommunikációjához kell, az lehet, hogy mondjuk elfolyik máshova, és nem elég erős ahhoz, hogy ezt észrevegye. Ezeken keresztül gyakorlatilag ki és befele is csak digitális jeleket tudsz adni. Ez az ő 5 voltos tápfeszültsége mellett azt jelenti, hogy ha befelé olvasol, akkor ő azt mondja, hogy kb. 2,5 volt alatt minden nulla, fölötte minden egy. Gyakorlatban azt szoktuk mondani, hogy azért ez a 2,5 volt, ez eltérhet fölfele lefelé is, tehát inkább azt mondjuk, hogy mondjuk 1 volt alatt legyen 0, 4 volt fölött 1, és közötte meg valamit fog mondani, de az a senki földje, tehát nem tudhatod, hogy épp az adott chip hogy valósítja meg. Ez gyakorlatban inkább mondhatjuk is, hogy minden logikai ígyszere igaz, hogy van egy olyan tartomány, amire azt mondjuk, hogy az no comment. Kifele pedig tápfeszültséget rak ki, hogyha 1-est írsz bele, vagy itt nagyon szépen high-nak van nevezve, meg low-nak, hiszen ugye a feszültségnek van egy olyan jó szokása, hogy az relatív két pont között, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez itt 5 volt mindenhez képes, hanem azt mondjuk, hogy high az, ami az ő tápfeszültsége, low az, ami az ő földje. És amit fontos megjegyezni ezzel a kiküldöm a tápfeszültséget dologgal kapcsolatban, hogy ne köss rá valami nagyot. Tehát ezek kommunikációs célra szánt feszültségek, még mondjuk egy-két ledet is meghajtanak, de most pontosan nem teszem, hogy hány 100 milliamperrel, de én azt mondanám, hogy pár milliampernél többen már feleslegesen ne terheljük, tehát ha valami nagy fogyasztót akarunk róla kapcsolni, arról fogunk a workshopon mesélni, de alap esetben ezek közvetlenül az IC-ről vannak meghajtva, egyszerűen nem tudja kiadni magából azt az áramot, ami mondjuk egy fénycsőhöz kellhet. A még érdekesebb alul az analóg bemenet. Ő olyat tud, hogy van neki 6 darab, ez is 0-tól 5-ig számozva, mint tisztességes helyeken ez már megszokott. Ő azt tudja vele csinálni, hogy rákötsz egy bármilyen feszültséget 0 és 5 volt között, és ő azt neked 10 bit pontossággal megmondja, hogy hol van. Tehát 0-tól 1023-ig kapsz egy számot, ahol ha 5 voltot kötsz rá, 1023-at kapsz, ha földre kötöd, akkor 0 voltot, és közötte lineárisan helyezkedik el ez a dolog. Ezzel például tudsz bármilyen analóg változó dolgot mérni. Nyilván ennek is megvan az a frekvencia, hogy milyen gyakran tudja mintavételezni, akár hangot is rögzíthet vele valaki, ha nagyon szeretne. És nézhetjük, hogy oké, van digitális ki- és bemenet, meg analóg bemenet, van-e rajta analóg kimenet. Azt majd be fogom mutatni szépen, egyelőre csak jegyezzük meg, hogy ahova ez a PWM felirat van írva rajta, PWM, ez a Pulse Width Modulation, tehát impulzus szélesség moduláció. Ezzel tudunk analóghoz nagyon hasonlító kimenetet előállítani, például a kombinó villamos is így szabályozza a motoroknak a teljesítményét, lehet is hallani, hogy elég furcsa felharmonikusai vannak, amikor elindul, akkor még egészen az emberi hallás tartományába esik az a zaj, amit kelt ezáltal. Próbáljunk is ki akkor érdekesebb dolgokat. LED villogtatás az megvolt, akkor neked is próbáljuk megoldani. Azt mondja, hogy mindenképpen STK 500-zal próbálkozik. Ja igen, kábelek még vannak itt szerte szél. Ez a ezüst színű is kábel, nyugodtan lehet használni. Neked is akkor adok kábelt. Így, na nézzük, COM3 az valószínűleg tényleg jó lesz, és szerintem a panelt kellene ilyen trial and error módszerrel kitalálni, hogy melyik az igazi. Egyébként a arduino.cc oldalról lehet letölteni, nem árt, hogyha arra az OS-re töltitek le, amit használtok, tehát ez mindig segít, és egyébként teljesen szabad szoftver minden, amit használ.
Tehát például a GCC-t használja fordításra, ez az ide, ami meg van hozzá, ez meg a processingen alapul. Hát úgy is néz ki. Vajon mi ez? A BT-t az semmiképp. Próbáljuk meg a minivel. Lefordítani mindig szépen lefordítja, csak utána nem hajlandó feltölteni. De lehet, hogy adok neked inkább egy másik Arduino-t, ha van még. Jó, milyen szép, ez ilyen panelre rögzített. Jó, akkor próbáld meg ezzel, ezen. De szarul olvasható ez. Nem 28-nak tűnik, hát ez viszont biztosan dual millenőve, mondjuk az is, szóval reménykedjünk benne, hogy mondjuk ő még ott tart, hogy új hardware. Nagyon jó. Nyomhatunk rá? Az előzőnél végigjátszotta ezt rendesen? Na, addig akkor nézegessük a érdekességeit a cuccna. Megnézem, hogy én miket szerettem volna nektek mutatni. És akkor mondhatjátok, hogy nem volt felkészült az előadó. Arduino Workshop. Programterv. Szóval, ledekkel szeretnénk játszani. Ezek szerint. A ledeket hoztam egy csomót. Itt vannak, van ilyen narancssárgából van különösen sok, mert azt egyszer tudtam venni olcsón, de egyébként nagyjából a 10-15 forintnál kezdődnek a ledek. Tehát a ledek baromi olcsók, főleg az alapszínűek, tehát a piros, meg sárga, meg zöld azok, amik úgy innen szerintem vagy a fene tudja. Vagy ott van egy drivers könyvtár. Ezt próbáld meg. Szóval a ledeket azért szeretjük, mert olyan fényforrások, amelyek nagyon kevés áramot vesznek fel ahhoz képest, milyen jól világítanak. Tehát hát azt tudjuk, hogy a sima izzó az pokoli szarul bánik az energiával, nagy részét hővé alakítja. Fénycső egy kicsit jobb, a led az meg egyelőre a legjobb, amit ismerünk, és meg lehet kapni értelmes áron. Tehát például a vasúti átjárókban is világítanak, azzal világít már a lámpa, lehet kapni jó pár helyen már foglalatba helyezhető sok ledet összeépített változatot is. Mi arra szeretjük, hogy például egyrészt kijelzőnek jól használható, másrészt meg tudjuk hajtani a mi kis áramainkkal, és nem fog tönkre menni. Tehát az izzó rászkódás nagyon nem szereti, míg led az igazából én még olyan ledet, amit nem túl feszültséggel égettek ki, tehát egyszerűen öregedéstől égett volna, kit nem látta soha. Tehát a led az vagy hibásan jött le a gyártószalagra, soha nem is égett, vagy ég, és akkor mindig ég. Tehát nagyon jól lehet projektekbe használni, nagyon sok formában gyártják, ugye lehet ilyen kis négyzeteseket kapni, amiket mondjuk egymás mellé téve lehet ilyen egész komoly kis saját színösszállításuk is, először zöld, aztán sárga, aztán piros kivezérlési jelzőt gyártani, akármit. És mivel olcsó, nem gáz, hogyha tönkre vágod. Ami fontos, hogy úgy soha ne kössetek be ledet Arduino-ra, vagy bármilyen eszközre, hogy tápfeszültség, és arra ugye ledet rákötjük. Mert egyébként nagyon egyszerű, van egy plusz meg egy mínusz pólusa, mondhatjuk így. Mindig azt kell nézni, hogyha megnézitek, az egyik lába az hosszabb, mint a másik. Tudom, ez innen nem feltétlenül látszik. És hosszabbik lába a plusz mindig minden alkatrésznek, aminek polaritása van, a rövidebbik a mínusz, illetve ha belenéztek egy ilyenbe, tessék, adok ledet. Mindenkinek lehet nézegetni. Ha átnéztek rajta, akkor látszik, hogy nem szimmetrikus a belseje sem. És hogyha sikerülne egyenlő méretűre levágni a lábait, ami azért valljuk be, nem annyira nehéz, tehát egy csípőfogó kell hozzá, meg egy jó mozdulat, akkor még mindig Wikipédiára fölmentek, és megnyitjátok a LED szócikket, és hát reméljük itt is megvan, igen, itt megpróbálom behozni, úgyhogy látszódjon a képernyőn is.
Igen, látszik. Tehát látszik, hogy a kis aszimmetriából melyik a mínusz és melyik a plusz oldal. Tehát mindig meg lehet mondani, hogy melyik hol van, csak fontos, hogy ne kösse be senki, úgyhogy ide a pluszra ráköti az elem egyik sarkát, a mínuszra a másik sarkát. Hanem mindig kell egy ellenállás neki, ami szabályozza a rajta eső feszültséget, és ezzel azt is, hogy mennyi áram folyik át rajta, és akkor, mert egyébként, ha túl nagy feszültséggel meghajtod, akkor annyit látsz, hogy vagy fényesen világít mondjuk egy-két másodperc, van az, hogy csak egy nagy villanás erejéig világít fényesen, és többet nem is fog világítani. Rosszabb esetben nekiállnak ilyen fura jelenség történő, hogy rövid zárrá válik és hasonlók. Tehát mindig kössetek elé egy ellenállást, ezt egyrészt ki lehet számolni, hogy vannak a netán rá túlok, tehát beírjátok, hogy LED Series Resistor, mint LED soros ellenállás, és van egy csomó online kalkulátor, beírjátok, hogy milyen színű LED-ed van, hány voltról hajtod, és megmondja, hogy mekkorát rak, de úgy eleve mondjuk 5 volt környékén, raksz el egy 1 kilómos ellenállás, abból nagy baj nem lehet. Tehát lehet, hogy nem fog teljes fényerővel világítani, de nem is fog kisülni, és ez a lényeg. Ezért előnyös egyébként, hogy be van ide forrasztva egy, mert anélkül, hogy foglalkoznod kéne, hogy mekkora ellenállást kell elérakni, meg van oldva, ki tudod próbálni, hogy hú, neked is működik, csodálatos, akkor már valamit bizonyítottunk neked, hogy megy? Nekem most nem adtam egy ilyesztő programot, aha. Jó, akkor ha a Blinket sikerül lefordítani, akkor mindenképp szólj, mert nagyon érdekelne a siker neked. Van még egy irányogató. Ja, hogy kifogytunk Arduino-ból, akkor itt van egy, ezt próbáld meg, nektek addig odaadom ezt nézegetni, mert ezt egyelőre itt nem tudtuk beüzemelni. Lehet, lehet, mindegy. Szóval a rajta lévő ledet azt bármiféle előképzettség nélkül lehet használni, és igazából és tanultunk egy output eszközt, a ledeket, lehet villogtatni, meg ilyesmi, ez nagyon jó, de mi lenne, ha tanulnánk egy kis inputot is, mit lehet kezdeni ezzel a szegény Arduino-val. Hát például lehet rá nyomógombot kötni, abból azt hiszem a másik szobában volt sokkal több. Nyomógomb helyett most azt fogjuk csinálni, hogy ilyen kis rövid kábelekkel rövidre zárjuk, mert egyébként a nyomógomb is ennyit csinál. Ez nagyon meglepő, de összezár két dolgot, tehát én tudok adni mindenkinek ilyen kis rövid kábeleket. Egyet lenyúlok magamnak én, egyet adok neked. Neked sikerült beüzemelni? Nem, még kellett. Jó, akkor majd addig is megelőlegezek neked is egyet, meg neked is. Erről nem lepült, de lerepült egy. Szóval, ezzel fogjuk szemléltetni, mintha lenne egy kapcsolónk, de olyan neked van is egy kapcsoló, te még ilyet is tudnál játszani. Tehát a kapcsoló az ugye annyit csinál, hogy rövidre zárja a két végét általában a dolgoknak. Lehet még esetleg egyébként variálni, hogy mondjuk mindig az egyikre van kapcsolva, és amikor megnyomod, akkor átkapcsol a másikra. Például ilyen kapcsoló van a jack ajzatokba belerakva, hogy amikor nincs beledugva, akkor mondjuk egy olyan állásba van kapcsolva, amitől a hangszóróra megy a hang, mikor beledugod, akkor átkapcsolod abba az állásba, hogy a hangszóróra ne menjen a hang, hanem a jack ajzatra. Ilyen szerintem mindenkinek a notebookjában van legalább egy. És amit most csinálni fogunk, az az, hogy van egyszer egy olyan rajta, itt a legvégén, hogy GND, az RF előtt van egy olyan GND, 13-as mellett van egy ilyen, hogy GND. Ez nem meglepő módon a földre van kötve, mint ground. És azt fogjuk csinálni, hogy az egyik inputot kijelöljük majd, hogy azzal fogjuk összekötni. Ez mondjuk legyen a 7-es, mert az ugye pont a szélén van az egyik blokknak, és most nem is használjuk semmire. Nyugodtan dugjátok is bele, kössétek össze a kettőt, mert amíg a blink fut, de csak akkor, ha a blink fut rajta, tehát ameddig a blink fut, addig a 13-ason kívül egyik kibemenetet se használjuk. Ugyanis amikor te nem nyúlsz hozzá semminek az állapotához, tehát mint ez a program is csak a 13-ast állítottad, többi ez nem nyúlsz hozzá, akkor az összes port úgynevezett lebegő módban van. Ez azt jelenti, hogy bár fizikailag nem pont úgy néz ki, de gyakorlatban úgy viselkedik, mintha nem lenne semmihez hozzá csatlakoztatva.
Tehát amilyen potenciálra őt viszik, ő ott marad, és módosítjuk ezt a kis Blink programot, hogy mondjuk megcsinálja nekünk azt, hogy a 13-as ledet annak megfelelően kapcsolgatja ki be, hogy mi ezt a kapcsolót, ezt éppen bedugjuk-e vagy nem. Ez annyival egészítjük ki, ugye van itt ez a pin mode LED output, és ide még beírjuk azt, hogy pin mode, és hát leolvassuk, ez ugye 7-es vesző, az meg input lesz, és itt jön egy font, igen, egyelőre csináljuk meg így, és majd megmutatom, hogy ez miért rossz. És annyit csinálunk, hogy a digital read LED high, kitörőjük alul azt a három sort, és ide azt írjuk, hogy digital read 7-es. Meg a félrevezető kommentet törőjük én, mert most már nem ezt fogja csinálni. Elmész a fenébe. Jó, mentsük át egy másik mappába. Akkor nem akarom elmenteni inkább, csak simán fordítsuk le. Jó, feltöltötte. És most, ha megnézitek, kihúzod, behúzod, és semmi nem történik. Miért nem? Azért, mert ugye, ha összekötöd, akkor éppen be van dugva a GND-re, és azt csináljuk, hogy itt hagyjuk a másik végét, és ezt mondjuk átdugjuk az 5 voltos tábba, és kigyullad, de a legjobb, hogy így kigyújtva marad. Átdugom a GND-be, lekapcsol. Elveszem, most már megint kigyullad. Tehát nagyon furán viselkedik, de miért? Azért, mert lebeg a port, és gyakorlatilag annyira minimális el, tehát annyira összeszed mindent, mivel gyakorlatilag nem folyik áram rajta keresztül, tehát nyilván nem lebeg, hanem mondjuk ugye, amit egy megaohm ellenállás lenne, de az baromi nagy, tehát megaohm az ugye azt jelenti, hogy rákapcsolsz 1 voltot, és az ohm törvény alapján folyik rajta 1 mikroamper, ez micsoda. Tehát probléma az, hogy ez lebeg, és igazából amire rákötődő, azon akár rajta is marad, összeszed itt a levegőből, ugye az eszközénk sugározták az elektroszmogot, bármit összeszed, hogy ilyenkor kell nekünk még egy ilyet beírni, hogy pin mode, a fenét, digital write, 7, high, ami ugye elsőre hülyeségnek tűnik, mert kiírunk egy portra, amit inputnak deklaráltunk, de itt jön a trükk az egészből, ezt most feltöltöm, és már is hasonlóan fog viselkedni, hogy szeretnénk. Tehát defaultból be van kapcsolva, hogyha lehúzzuk nullára, akkor kikapcsol. Megint kihúzzuk, világít. Csodálatos, nem? Mert ez a Digital Write 7 High, ez azt okozza, tehát ha egy port input módban van kapcsolva, és ráírsz, akkor ha low-ba írsz, akkor az a default állapot lebeg. Ha high-ba írsz, akkor ő bekapcsolja, hogy egy 10 kilómos ellenállással fölhúzza azt a portot az 5 voltra, ami azt okozza, hogy ha nincs semmi rákötve, akkor folyik azon a 10K-s ellenálláson, hogy minimális áram, de folyik. Ha pedig rákötöd, akkor egy fene a tápfeszültség elfolyik a föld felé, de annyira pici áram, hogy ez gyakorlatban nem okoz gondot. Tehát ez ilyen, ezt hívjuk felhúzó ellenállásnak, a párja az a lehúzó, akkor nyilván a földre kötünk be egy ilyen ellenállást. Ezzel lehet megszabadulni az ilyen lebegő dolgoktól, ha nincs rá szükségünk, mert tényleg a kapcsoló az ugye, ha tényleg csak összezár két dolgot, akkor lenyomatlan állapotban ott lebeg, és fene tudja, milyen állapotban van. Szóval ennyit a bemenetről. Kellene szerezni egy gombot ahhoz, hogy demonstráljam a következő csodát, ami gomboknál fönnáll. Nyugodtan, tud valaki hozni nekem bentről egy nyomó gombot? Például egy befőttes üvegben ott a baloldali ablakszerűségnél vannak ilyen színes gombok. Nyugodtan. Tehát van egy kom valahányad. Kom 3, nagyon jó, akkor az eszközökből válasz. Tehát, nem csak az, egy alappanelnek állíts be egy izét, ne unót, hanem valami duemira nőve 168-szal, az a harmadik. És töltsd be a blinket a file mintákból, és próbáld meg rá feltölteni. Ez tökéletes, befőttes üveg. Befőttes üveg, nem? Tudom, milyen beteszitek el a befőttet? Na, ebben ilyen szépek vannak, te is válasz nyugodtan olyan színt magadnak, amilyet szeretnél. Ezekre még nincs forrasztva semmi, és igazából én most nem is szándékozom ráforrasztani, úgyhogy
nagyon slendrián módon adok még egy szál drótot, és ez a vezesd át rajta, és tartsd út, hogy vezessen, tehát... Erre szoktuk mondani, hogy do it yourself. Ez nagyon DIY módszer. És most gyakorlatilag megcsinálom ugyanazt. Ebből ti nem nagyon fogtok szerintem semmit látni. Ha onnan nézitek, megpróbálom ide rakni, hogy talán egy picit többen lássák. Ha megnyomom, kikapcsol. De hát ugye van, amikor például a számítógépen is ugye azt szeretnénk, hogy igazából nem az érdekel, hogy le van-e nyomva vagy nem, hanem az esemény, ugye ilyenkor kóderek még be is vezetek, eseményvezérelt programozás. Tehát az érdekel, hogy mikor változik meg az állapota. Tehát mi most csinálunk mondjuk egy olyat, hogy létrehozunk egy globális változót, mert azt minden programozó tanár szereti, ha globális változókkal van tele egy program, de igazából itt nincs is nagyon más, tehát itt nem nagyon fogunk hatalmas osztályhierarchiákat fölépíteni 32K-ban. Tehát itt minden a minimalizmusról szól, és egyébként is egyszerűség. Tehát valaki bonyolult, bágyazó dolgot akart volna csinálni, akkor azt tanulja. Tehát azt mondjuk, hogy int előző, és ennek mondjuk beállítjuk azt, hogy low, és mindig azt nézzük, hogy if... beolvassuk egy int állapotba a hetesnek az állapotát. De jó, közben alul jött egy exception, ez igazi Java termék. Nézitek itt alul. Most azt csináljuk, hogy megnézzük, hogy mikor változik az állapota, és azt mondjuk, hogy if led, merre if állapot nem egyenlő prev előzővel, igen, ez a jó abban, hogyha az ember több nyelven kódol, akkor mondjuk hát most már ez a LED kezd egy kicsit uncool lenni, úgyhogy állítsunk be egy olyat, hogy serial.begin itt az elején. Ezzel inicializáljuk azt a kis kapcsolatot, ami a gép fele van, ez a soros kapcsolat. És ez gyakorlatilag ilyen egyszerű, megmondod neki, hogy hány bit per szekundumos kapcsolatot akarsz. Itt pedig tudunk mondjuk egy olyat csinálni, hogy ha különbözik az állapot, akkor azt mondjuk, hogy serial.write ellen, vagy nem write, hanem print ellen. És abban mondjuk elküldjük, hogy változott. Ez a ellen, ez annyi, hogy line, hogy a végére rak egy soremelést, ami egyrészt segít abban, hogy néhány dolog úgy pufferel, hogy amíg nincs egy sor vég, addig ő úgy bent tartja magában, meg egyben egy kicsit átláthatóbb is lesz a dolog. És nyilván utána, hogy ne legyen ez nagyon hülye, ide berakok egy olyat, hogy előző egyenlő állapot, hogy utána oké, most megnyomtad, maradjon így. És azt mondom, hogy akkor most ezt feltoltam. És van egy ilyen benne, hogy soros monitor, az eszközök menüben találjuk. Ez egy nagyon buta dolog. Tehát ha mondjuk használtatok Windows-on hiperterminált, ez ugyanaz, csak sokkal butább. Tehát fogom, megnyomom, változott. Elengedem, változott. De ha nézd, és megnyomtam, és kiköpött 7 változottat. Ez nem az, amit szeretnék. Ugye melyiket tényleg megnyom, op, most 5-öt. Elengedem most épp csak egyet. Miért van ilyen fura dolog ezt esetleg? Valakinek van tippje rá? Rakok bele egy kis változtatást, közben is lehet tippeket nyomni, ha valakinek megvan. Ne ezret mondjuk. 10-et. Nem, ugye a sokáig nyomom az épp abban segít, hogy ugye izolált legyen, hogy van egy lenyomás, meg van egy felengedés. Tehát ugye most akkor ír változottat, ha lenyomom, vagy ha felengedem, mert ugye az állapotba beolvasom, megnézem, hogy más-e, mint az előző. Tehát elvileg ugye, amikor nincs lenyomva, akkor ugye fönn van 5 volton, akkor high. Lenyomom, lesz belőle low, és akkor megint nem változik, aztán felengedem, akkor megint high, és ő elvileg mindig csak a változásnál kéne, hogy reagáljon. De mégsem ezt teszi. Jó, feltöltjük rá. És megnézzük, hogy most miben módosul a működése. Te azt mondod, hogy tökéletes lesz? Akárhogy nyomogatom, hát már egészen közel áll hozzá. Most a problémát azt úgy hívjuk, hogy pergés. A probléma az, hogy a gyökere az az, hogy igazából a nyomógombnak a lenyomás az csak a mi képzeletünkben csinál egy nagyon szép négyszöges átmenetet,
valójában körülbelül úgy néz ki, ugye itt most indulunk egy magas feszültségről, és a szkópon néznénk, azt látnánk, hogy így csinál egy ilyet, aztán így be van nyomva. Tehát mechanikus szerkezet soha nem fog tökéletesen érintkezni, úgyhogy sajnos ez egy olyan dolog, amit nekünk kezelnünk kell valahogy. Erre például ezt angolul bouncingnak hívják, és a pergésmentesítés, amit így a magyarok kitaláltak rá, az pedig a debounce nevű dolog. Itt például van is ez a bounce nevű library nekem fölvéve. Le lehet tölteni az... Igen, ha nektek valószínűleg nincs benne, az nem a default library része, le lehet tölteni Arduino CC-ről, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy mondjuk azt mondod, hogy nekiállsz ritkábban olvasni. Például itt most fölveszek egy ilyen százas delay-t, ezzel már valószínűleg kicsit megbízhatóbb lesz. Mondván, hogy 100 millisek alatt elmúlik a pergés talán. Tehát ez ugye már egy tized másodpercnél járunk. Nyilván egy jó debounce az kicsit egyszerűbben tolja. Hát még most sem tökéletes. Tehát mondjuk ez már valószínűleg ennek a gombnak a pontossága, meg az, hogy nem érintkezik rendesen. És megpróbálom ide fogni, hogy megmutassam, hogy tényleg jól működik. Tehát minden fel és lenyomásra csak egy jön. Akár gyorsan, akár lassan nyomom. De a bounce is körülbelül így csinálja, hogy várakozik. Ennek régen voltak hardveres megvalósításai, de szerintem ti ma azért jöttetek, hogy azt tanuljátok meg, hogy lehet szoftverrel megoldani a hardveres problémákat. Sőt, volt ez a buherátor teszt régen, nem tudom, nézni, ilyen sok kérdés, és akkor kapsz egy pontot, ha igennel válaszolsz egy kérdésre. Abból is volt ilyen, hogy javítottál-e már meg hardvert szoftverből, és fordítva. Tehát, volt olyan ez egyébként elrontással is, tehát az még viccesebb. Rontottál-e már hardvert szoftverből? Szóval, ennyit a gombokról. Nézzük, hogy terveztem itt bármi mást. Igen, PWM-ezzünk. Mondtam, hogy analóg kimenet nincs rajta, csak ahhoz nagyon hasonló, ez a PWM, és ez lehet, hogy majd áthozom a... Valaki a szkópot át tudná hozni? Jaj, de jó, köszi, tudtam, hogy számíthatok rátok. A PWM az gyakorlatilag annyit csinál, hogy olyan gyors négyszögjeleket állít elő, ami a legtöbb eszköz esetében egyszerűen a tehetetlenség miatt gyakorlatilag egy analóg jelhez fog hasonlítani. Tehát mondjuk, ha én 2,5 voltos szintet szeretnék kiküldeni, akkor azt, amelyiken a ilyen kis tűben végződik, és van egy pici tesz. Köszi. Tehát a 2,5 voltot szeretnél elérni, van egy 5 voltos kimeneted, fogod, és elkezded nagyon gyorsan 0 és 5 volt között kapcsolgatni, és ha veszel egy nagyon tehetetlen eszközt, akkor azt fogod látni, hogy körülbelül úgy néz ki, mintha fele időben kapna áramot, fele időben nem, mert úgy néz ki, mintha fele annyira működne. Most ki is vesszük belőle ezt a kis részt, és azt mondjuk neki egyszerűen, hogy analog write, mit szólt, ez ilyen teljesen jó a rendszer, digital meg analog read és write, mindegyik kombináció valid, csak bizonyos tűkön tudod a PWM-et rendesen használni, azok mellé van odaírva a PWM. Például sajnos a 13-ason nem, de én úgy gondolom, hogy hát ezt meg kell hackkelnünk. Fogom, és mivel a 13-as az épp lebegő módban lesz, közvetlenül azután, hogy én itt ezt át is írom, tehát beállítom, hogy a LED az legyen a 7-esen mostantól, így a 13-as az ugye lebegőbe fog maradni, tehát a rákötött LED-et használhatom külön, és én egy PWM-es lábat rövidre zárok, miután majd fut rajta a program, ne legyünk azért rondák, és azt mondom, hogy analog write, hát mondjuk legyünk szépek, használjunk forciklust. Forciklus C-ben, vagy JavaScript-ben ugyanaz a szintaxis, megvan mindenkinek, hogy van olyan, aki nem vágja a forciklust? Nagyon jó, ez tök jó, imádom az ilyen közönséget. For int i egyenlő 0, i kisebb, mint a PWM-et azt byte-ig lehet kivezérelni, tehát az 255. És azt mondjuk, hogy i++, és mondjuk itt most behúzzuk analog write, LED, vesző, írja ki az i értéket oda, és hát ugye egy delay-t kellene belerakni, hát mondjuk legyen az, hogy 2 másodperc alatt éri el, az azt jelenti, hogy 255, ez körülbelül akkor, hogyha egy 8 milliszeket várunk, akkor az ugye azt jelenti, hogy 8x255, az azt jelenti, hogy körülbelül olyan
valamivel több mint 2 másodpercbe fog egy ciklus telni. Gyakornoktól mindjárt megmondják, hogy még a for ciklus feldolgozásának az ideje, meg az analog write is beleszámít. Őrájuk nem hallgatunk most. És föltöltjük ezt így, ahogy van. Azt mondja, hogy ezt azért ellenőrizzük, hogy tényleg nem csináltam hülyeséget. Feltöltjük, és kész. És akkor most vajon elbaszom-e? 7-es az nem is egy PVMS láb. Nagyon örülök, hogy nem szóltatok. Legyen 6-os. Nyugodtan ki lehet egyébként javítani, sőt. Tehát semmelyikötöknél nem vagyok jobb, csak legfeljebb több időt basztam el az Arduino-val, mint kellene. És ne káromkodjak videón. Rákötöm a 13-asra. Hát ezt most inkább te látod, hogy ilyen szépen lassan felerősödik, ilyen kicsit pulzál. Nem tudom, hogy ebből a videón bármi látszik-e. Még semmi. Még semmi. Próbáljunk meg egy picit rázumolni. Tehát ilyen nagyon halványon beindul. Egyébként van egy ilyen kis fölle, vagy nézd, ott ami a tetején van, azt hogy jobbra-balra mozdítva. Akkor megtanult zoomolni. Kamera mell lesz belőle, ilyen vágom. Szóval azt látjuk, hogy ilyen szépen pulzál. Én például ebből csináltam hálószobai világítást, nagyon szépen működik, így szépen egyik fényből a másikba szépen lágyan átmegy. Gyönyörűen működik. Most meg is mutatom egyébként oszcilloszkóp, hogy hogy néz ki, mert ugye az, hogy különböző feszültségek lehessenek elérhetők, azt ő úgy csinálja meg, most átállítom egy ilyen stabilra, hogy lehessen a szkópon jól látni, tehát mondjuk kiírok rá, hát legyen mondjuk pont a közepel, 127. Tehát úgy oldja meg, hogy azt váltogatja, hogy milyen arányban ad nullát és egyet. És akkor ezt nevezik egyébként kitöltési tényezőnek szebb helyeken, és majd megpróbálom a projektort úgy mutogatni, hogy nektek is élvezhető legyen ez a játék. Az oszcilloszkóp, az olyan szkópot, azt vágjátok, hogy működik? Olyan, mint egy LKG, ugyanúgy, mert vészhelyzetet az csak látott mindenki. Szóval, mint az LKG, egy jelnek az időbeli lefutását mutatja, segít, ha jel ismétlődő, mert akkor ugye hát főleg régi szkópoknál pláne csak egy ismétlődő jelet lehetett megjeleníteni, mert ugye előbb-utóbb az a pici kis fénylés az eltűnt. Ez már egyébként például tök jól tud megállított jeleket is nyomni. Most ezen látjátok, így félig világít, kihúzom belőle. És azt mondja, hogy az lesz, hogy én bedugom ezt oda. A 6-osba. Belemegy. Ezért most egy villamosmérnök nagyon megutálna. És ezt pedig valami földhöz próbálom meg lekötni. Rá tudjuk-e kötni az USB-s földre? Szavazzanak az MLD-es telefonszámunkon, de nem... Csíptetem a fülemre, köszönjük, Pepe ezt javasolta, csíptessem a fülemre, az azért durva lenne. Olyat mi nem csinál. Hát azt, Pepe, tudnám, hogy te nagyon csípnéd. Hát az lesz belőle, hogy ezt meg akkor egy ilyen krokodil csipesszel oldjuk meg. Tudom, nyilván az egyetlen krokodil csipesz az rajtam van, de ez nem baj, mert ezt attól még ki tudom használni. Igen, tehát ezt hívjuk hekkelésnek egyébként, nem tudom, ismeritek-e ezt a szót. A másik vége az rajtam van, azt tartja a mikrofon. Hiszen, mint tudjuk, egy csíptetős mikrofon, arról szól, hogy van csíptetője, nem? Na, 6-osba bele. Figyeljetek, tehát ez nagyon profi workshop. Ez előbb én már láttam is jelet egyébként rajta, ti nem? Na jó, fogom és összefogom kézzel. Nem játszunk ilyet. És azt mondom neki, hogy autó. Akkor megpróbálja magától belőni az időzítéseket. Na, és szépen látszik, hogy egy ilyen négyszögjel megy. Alul le is olvasható, hogy egy osztás az mennyi idő és hány volt. Tehát ugye függőlegesen voltban mérjük a feszültséget, másik irányba pedig viszintesen az időt. És most fogom, és most még hallani a hangomat? Mert most esett szét a hangrész. Szóval, most visszaállítom Ctrl-Z-vel azt a kis változót, hogy lehessen látni, hogyan működik ez abban a módban.
amikor változik a kitöltési tényező, és akkor csodát látunk. Tehát látszik, hogy úgy oldja meg, hogy nagyobb feszültségvény, és szépen lassan töltögeti a kitöltési tényező. Igen, a scope-ot ezért szeretjük, mert a vizuális típusok egészen jól tudják rajta meglátni, miért nem működik az a szar, és ezért érdemes egy hackerspace-be lejárni, mert itt például van scope, otthonra már nem biztos, hogy megéri egy ilyet megvenni. Meg tök menő screenshotokat lehet vele csinálni. Én például ezt csináltam egy drivert, és akkor így tök jól lehet róla színes screenshotokat csinálni, mert a gyártó úgy gondolta, hogy ha fekete-fehér scope-od van, akkor dögöljél meg, és csak fekete-fehér screenshotokat adunk hozzá. Igen, ha összegabaítom ezzel, az nem vicces. De én megoldottam azt, hogy saját szoftverrel ugye megvolt az eredeti paket, kivettem belőle a színeket, és csinálok egy PNG-t. Szóval ennyit a scope-nak erről a játékáról. PWM-mel nem csak világítást lehet egyébként vezérelni, hanem például, hát mint a kombinós példánál mondtam, motorokat, tehát például motorok is egészen jól bírják, hogy mondjuk az idő 25%-ában adsz rá áramot, 75%-ben nem, és ezt elég gyorsan csinálod, tehát a tehetetlensége miatt tudod gyorsan hiba kapcsolni, akkor kb. 25% teljesítményen fog forogni neked. Más kérdés, hogy ez a többi alkatrészed nagyon bírja, ezért kell jól megválasztani a dolgot, tehát az Arduino-n is, ha neked ilyen finom kontrollra van szükséged, akkor beállíthatod, hogy mi legyen ez a frekvencia, amivel rezeg. Tehát akár mondjuk tudsz egy egyszerű kis négyszögjel generátort is csinálni, beállítgathatod, hogy mennyivel rezegjen. Menjünk tovább. A Pepe, ki tudnád venni a B2-es ládából a... Nem is a B2-es láda, ott a projekt polcon, az egyik alsó polcon egy 7-szegmenses kijelzőnek kellene lennie. Balra, alul. Balra, másik bal. Való egy 7-szegmenses kijelzős ilyen shieldnek. Az lesz, az köszi. Hát ez, ebbe is LED van, ezt hát szerintem filmekből mindenkinek megvan. A jó öreg hétszegmens, de ez piros is, tehát nehogy menjen zöld, meg sárga, ez piros. Ebben is tök ugyanolyan ledek vannak, csak ilyen alakú, és egy ilyen kiöntött műanyagházban benne van. Mindjárt be is tudom mutatni, hogy a shieldek miért jó. És az Arduino-nak ez a kis beosztás, ez standard, tehát ugyan lehet kapni Arduino klónokat, de mindegyik pont ugyanígy osztja be ezeket a réseket, és ha erre így ezt rácsatlakoztatom, akkor mindjárt el is érem az összes lábát. Viszont ugye számoljunk, van rajta 7 darab LED, egy, azért 7 szegmenses, mert egy számjegyben van összesen 7 LED, és hát ugye ez azt jelenteni, hogy akkor az 7x2, az 14 láb egy számjegyért, az elég sok, és akkor még csak egy számjegyünk van, tehát egyrészt azt csinálják, hogy az egyik pólust összekötik, mondván, hogy ezt mondjuk lehúzott földre, és akkor van 7 szegmensed és 8 kábellel tudod vezérelni, van egy közös, és van 7 másik. Probléma az, hogy viszont akkor még mindig ott tartanánk, hogy 4 számjegynél, akkor összesen azt mondjuk, hogy 28 plusz 1, 29 vezeték kellene, az is kicsit gáz. Tehát általában a lábszám az, ami alapján a költséget számolják az elektronikába. A trükk az, hogy össze van kötve a másik is. Tehát az a... Mondjuk úgy például a negatív pólusai egy számjegynek vannak összekötve, a pozitív pólusai meg egy-egy konkrét szegmensnek. Most nem tudom, hogy ennél pontosan hogy van, általában ez úgy van, itt van rajta egy ilyen kis leírás, hogy mi a típus száma, rákeresem mondjuk oldatasheet.com-on, és kapsz egy nagy PDF-et, amiben pontosan leírják, van egy kapcsolási rajz is hozzá, hogy van belül összekötve. És amit ezt tud, ez egy shield, ez arra, hogy ezt egy az egyben rádugom egy Arduino-ra, forrasztás nélkül működni fog, és talán valahol van is nekem egy kódom hozzá. Azt mondja, hogy vajon van-e függvény import, ez ugyan miért lenne. És hát ugye a kérdés, hogy ezt hogy tudjuk vezérelni, hiszen egyszerre akkor valójában egyetlen szegmens tudsz kigyújtani egy időpillanatban, de hát körülbelül ugyanazt, azt mondja, ez a 7x4. Aha, nagyon jó. Ez volt az a régi kódom, amivel ezt használtam. Most igazából annyit kéne, hogy kiveszek belőle ilyen apróságokat. Tehát van ilyen digits
1, 2, 3, 4. Ezt mondjuk átírom úgy, hogy... Van egy ilyen Staples függvény. Később elmagyarázom, mit miért csinálok, higgyétek el. És mondjuk csak így elindítom. Tehát annyi van a loopban, hogy Staples, ez meg az elején beállít egy csomó hülyeséget, és azt mondjuk, hogy ezt most feltöltjük. Byte was not declared in the scope. Aha, anyád. Szerintem ezt az egész resztét úgy, ahogy van, kivágom a fenébe. Úgy sincs rá szükség. A hivatkozásokat is ki kell rávenni. Na, már csak egy kérdés. Bounce digital read was not declared in this scope. Miért nem volt deklarálva abban a scope-ban? Nem baj, nekünk igazából a bounce-ra sincsen szükségünk. Tehát, látjátok, így kell refaktorálni, kivesszük a nem szükséges kódot a projektből, és mindjárt mindenki jól jár. Yeah. Föl is van rá töltve, és reménykedünk benne, hogy jó helyre dugom be. Hoppa. Ha valami megjelenik egyébként rajta. Most a trükk az az, hogy... hogy valójában egyszerre valóban csak egy szegmens ég, viszont úgynevezett multiplexelést használunk, ugyanis körülbelül 1 kHz-nél az emberi szem meg az ő tehetetlensége is túl rossz ahhoz, hogy lássuk, hogy ez valójában villog. Tehát amikor például a TV tudósításba bemennek egy boltba, és látod a pénztárgépét, akkor látszik, hogy így vibrál jobbra-balra, mert pont olyan úgy jön ki a hányadosa a kamerának az FPS-ének, meg az ő kis frissítési frekvenciának, hogy pont látod, de egyébként emberi szemmel elég nehéz meglátni róla, hogy ő éppen villog. Így lehet meghajtani ilyeneket, és hát most gőzöm nincs, hogy miért pont ez világít rajt. Márja, talán nincs megfelelően rádugva, mert ez hasonlít ahhoz, aminek meg kéne jelennie rajta egyébként. Tehát egy HS-nek kéne megjelennie, meg két ilyen kis saroknak, ebből az S majdnem megvan, meg a két sarok is. Ugye? Ugye? Hát valószínűleg a szegénykéhez szenvedett valami kis sérülést. Lényeg, hogy ilyennel is lehet nálunk játszani, ha valaki szeretne, és ezt a kódot is szívesen adom bárkinek. Hát itt látszik is, hogy ennek a HS-nek kéne megjelennie, és... hát tényleg egyébként. Látszik igen, hogy pont ez itt ki van égve, és ez is itt ki van égve, tehát valószínűleg ugyanaz a pin van elrontva benne. Hát most fejet hajtunk azelőtt, hogy ez nem működik. És tovább haladunk, ha meglátjuk, hogy mit terveztem mára. Jó. LED multiplexelésben mondhatjuk, hogy akkor ez egy tök jó ötlet, hogy a sorokat, meg az, mondjuk egy táblázatban elrendezett sorokat, oszlopokat hajtod meg, és akkor n-szer m darab ledet meg tudsz hajtani n plusz m vezetékkel, ahelyett, hogy n-szer m vezetéket használnál föl, tehát azért egy elég nagy csökkenéssel számolhatunk, de a perverzek még tovább tudnak menni. Van egy úgynevezett Charlie Plexing módszer, ami még jobb arányt tud elérni, azáltal, hogy kihasználja azt, hogy mikrokontrollereknek van egy nem vezető, vagy ez a lebegő állapota, és úgy is bekötnek ledeket, hogy van olyan led, ami akkor világít, amikor egy láb éppen nem vezető állapotban van. A Wikipédián biztos tudok róla mutatni egy szép ábrát, mert Wikipédián minden rajta van. Charlie Plexing. Itt van. Látszik? Látszik. Nem tudom, mennyire látjátok. Tehát van három pinünk, és bekötünk mindegyiknél egy-egy irányba, mindegyik irányba egy-egy ledet, és hát igazából például tegyük fel, hogy ezt szeretnénk megvilágítani. A lednek van egy olyan tulajdonsága, ugye mondtam, hogy van plusz meg minusz pólus, ez azért fontos, mert csak egyik irányba világít, a másikba úgy nem csinál semmit. Ha elég sok áramot küldesz át rajta, akkor megdöglik. Mármint az, ami meghajtja, mert szépen átereszti az áramot. Tehát például, ha ezt a LED egyet akarod megvilágítani, akkor fogod, erre kapcsolsz pozitív feszültséget, azaz high, erre low-t, azaz földet, és ezt pedig lebegve hagyod, ekkor ugye erre át tud folyni az áram.
ez rossz irányban van, ez nem fog világítani, ez pedig lebeg úgy, hogy igazából nem tud áram folyni rajta, tehát csak ez az egy LED fog égni. Gyakorlatilag szerintem többire is ki tudjátok számolni, hogy hogy jön ki, és úgyis le van kódolva már ilyen library. Ez hajtja meg ezt a jó kis LOL shieldet, ami a nevét onnan kapta, hogy Lots of LEDs. Tehát konkrétan ezen, nem is tudom, 100-valahány LED van rajta, ki lehet számolni, van rajta összesen 9 sor és 14 oszlop. Igen, élmény volt összeforrasztani, én csináltam. És igen, nagyon rossz volt rájönni a végén, hogy van a közepén egy kiégett LED, mert az, hogy 100 LED-nél már az, hogy 1% hibája van a gyárnak, az az, hogy 1-2 LED, az bizony biztos, hogy rossz lesz. Tudom, és a high állapotot is lehet keverni mással. Így van, de azt nem akartam szóvá tenni. Hát pedig tőletek is vártam az ilyenek szóvátételét, de nem baj. Most ezt rákötöm ide szépen. Hát én most világít mindenféle fura állapotban. Töltsünk föl rá egy ilyen kis példaprogramot, ami ezt a LOL Shield-et ki is használja. Függvény importálás, LOL Shield. És hát igazából... Aha, ez tök jó itt. Most ez miért? Hol a LOL Shield? Kérem a LOL Shield-emet. Ez nem egy LOL Shield példaprogramot hozott be, csak magát az egészet. Jó, kérek egy új sketchet, és abba kipróbáljuk. Tehát fogjuk és beimportáljuk a LOL Shield-et, ha csak nincs a minták között. Nincsen LOL Shield-es mintánk hallatlan, hát akkor kénytelenek leszünk mit csinálni egyet. Beimportáljuk a LOL Shield-et. És rákeressünk egy jó példára. Mert tudom, hogy... És azt mondja, hogy Wikibe csak nem lesz sem. Ugyan miért lenne? Hiszen, mint tudjuk, a forráskód a legjobb dokumentáció minden projektnek. És azt mondja, hogy browse. Trunkban. Mm-hmm. Itt lehet fontokat generálni hozzá, és végre talán egyszer megtalálom az example-okat. Csodás. Legyen mondjuk ez a basic test. Juhú, copy paste, mert a copy paste mindennél jobb a világon. És mondjuk ide bekopipészteljük, gondolom ezt ki lehet kapni belőle, igen, mert ő már behúzza, és megadjuk neki, nem adunk meg neki, fogjuk, és lefordítjuk, elmész a fenébe. Ez már túl új. Jó, csak egy sima, azért, mondjuk Game of Life-ot nyomjunk már le rajta, mert ez így durva, hogy nem tudok nektek mutatni semmit. Nyomunk egy Game of Life-ot rá. Ez egyre viccesebb hibákat dob, komolyan mondom. Annyira high, V-program hát nem talál. De hát ez gány, úgyhogy legfeljebb azt mutatom meg nektek, hogy most milyen furán reagál. És ha mondjuk restartolom, akkor mit csinál? Kijelez valamit, ezt elnevezzük valami nagyon jó mintázatnak, és eladjuk sok millió petákért. Az vicces, hogy nem. Tehát ez most éppen még ennek próbál kiírni dolgokat, tehát ennek ugye még mindig ott van a kis HS-e, amiből igazából az S betű egy fordított C egy felülvonással. Talán, hogyha vannak szlovák nézőink, ők megmondják, hogy hogy kell helyesen kiejteni, de szerintem csé lesz abból. Úgy nézem, így jár az, aki a library-jait nem hangolja össze minden mással. Úgyhogy hát nem marad más hátra nekünk, mint hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ilyen analóggal hogyan lehet hangot előállítani. Elvileg van nekünk itt, ahol valaki lerakta a földre.
van nekünk itt hangrendszerünk, és hát ugye, ha tudunk analógot előállítani, akkor az azt jelenti, hogy igazából hangot is tudnánk, tehát ha mondjuk most azt mondom, hogy setup, és mondjuk beállítom azt, hogy a melyik a 6-os az például biztosan PWM, pin mode 6 output, és ezek után azt mondjuk, hogy void loop, és ezek után fölveszünk egy ilyen szép int változót, hogy éppen hol vagyunk a ciklusban, mondjuk standard zenei A, az hol is van, 600, hány, mit? 650, köszönöm. Tehát mondjuk a 650 Hz-hez, ahhoz hát ki kellene számolni, úgyhogy csináljunk 500 Hz-et, annak egyszerűbb a reciprokát venni. Ez azt mondja, hogy 500, másodpercenként 500 váltásra van szükséged, és mondjuk szeretnénk egy háromszögjelet csinálni hozzá, akkor azt mondjuk, hogy, hogy másodpercenként 500 háromszöget szeretnénk. Az ugye, az azért jó, mert ez lineáris, tehát háromszög hullámot elég egyszerű géppel előállítani, bár lehet, hogy kicsit kevésbé ambiciózusan kezdhetnénk egy négyszögjellel is. Kezdjünk négyszöggel. Hát azt mondjuk, hogy ha 500, az azt jelenti, hogy 2 millisekundumig tart egy periódus, ugye? Tehát akkor azt mondjuk, hogy pin mode analog write, mert nem akarjuk azért túl magasra írni, mert mondjuk a jackalzat ez ilyen 1-2 volt körül szereti, hogyha amplitudó maximuma van, annál többre már lehet, hogy nagyon csúnyán elkezd zajongani. Hát azt mondjuk, hogy analog write, az mondjuk írjunk ki rá 50-et, legyünk inkább konzervatívak. Analog write 0, 6, 0. És azt mondjuk, hogy 2 millisekundumokat akarunk várni, ugye? És amire még szükségünk lesz, mielőtt hozzákötjük közvetlenül az audio rendszerünket a dologhoz, az mondjuk egy kis ellenállás, hogy nevezessük el a fenébe, 2,2 ohm tökéletes. Ezzel elérjük azt, hogy azért legyen valami, amin részben esik a feszültség, hogy ne tegyük tönkre a hangrendszert. Ezt a breadboardot fogjuk használni, ilyeneket szerintem kiraktam pár helyre. A breadboardot azért szeretjük, mert forrasztás nélkül lehet vele összerakni, tehát egyrészt nem égeted meg magad, másrészt az alkatrészeket újra fel tudod használni. Tehát ha ráraksz egy alkatrészt, ezek viszintesen vannak összekötve, tehát amit egy sorba teszel be, az amit ha összekötnéd. Középen van ez a kis árok, ami jelzi egyrészt vizuálisan is, hogy értsd, hogy ott el van választva, másrészt pont belefér egy chip, tehát ha egy chippel akarsz kísérletezni, pont ide berakod, és az összes lábát függetlenül eléred. Hát mi most úgy fogjuk használni, hogy ezt az ellenállást benyomom mondjuk ide, és az egyik felét azt bekötöm ennek a hetesére. Szegény Diabolino nagyon útban van, úgyhogy őt eltüntetjük egy picit innen. Igen, így jár az, aki maga köré rakja a dolgokat. Szóval ezt bekötjük arra a hetesre, amin kijön elvileg a hang. Őt egyébként most se föl is tölthetjük, hadd jöjjön belőle a hang. Úgyis valami nagyon furaság fog kijönni belőle, ahogy magamat ismerem. Ez a része fog a jack felé menni, és ugye a földjüket is össze kell kötni. Még szerencsére van fönn is egy GND. És hol a jackalzat? Errefele jön. Megint erre jön. Szóval, aki látja a végét. Itt van. Jó, tök jó, nem olyan hangos. Ez segíteni fog nekem. És készüljünk fel, hogy lehet, hogy nagyon csúnyát hallunk. A kamera megdöglik. Igen. Így hangzik, amikor az ember csúnyán játszik. Jó, hogyan lehet talán ezt egy kicsit szebbé tenni? Mondjuk azt, hogy csináljunk belőle a háromszögjelet, ami azt jelenti, hogy ahelyett, hogy így megy, mondjuk menjen így. Ez arra lesz szükségünk, hogy 0-tól 50-ig valahogy valamilyen kis folytonossággal vigyük fel a jelet. Például úgy, hogy ugye két milliszek alatt kell föl meglevinnünk a jelet. Ez azt jelenti, hogy most már mikroszekundumos felbontásra lesz szükségünk. Szerencsére van ilyenünk is.
Mondjuk ugye, ha ezt felosztjuk 50 részre, akkor az azt jelenti, hogy 20 ezer millisekundumban az 50, az 400-szor van meg. Matekban, amikor előadok, akkor sose vagyok erős. I egyenlő 0, I kisebb, mint 50. Aha, I egyenlő 50, I nagyobb, mint 0, mert ugye most lefele kell először mennünk. És I minusz minusz. Akkor azt csináljuk, hogy egyrészt analóg write-oljuk a 6-osra az I-t, és delay microseconds 400-at várunk. Ugye a 400-at nem számoltam el. Senki nem mondja azt, hogy elszámoltam, vagy nem. Hát egy nullát biztos nem raktam arrébb. 400-ször, jó? Jónak tűnik. Ha nem egy biztos benne, akkor írd oda a 400-ére egy 20.000 osztva 5-re. Lehet egyébként az lesz belőle, de jó, és akkor van egy másik, ami pedig nulláról indul, és azt nézi kisebb 50-nél. Nem garantálom, hogy ez egyébként sokkal szebb hang lesz, lejjebb is veszem. Mivel lehetne ennél sokkal szebb megoldani. Például rakhatnánk egy kis kondenzátoros szűrést, ami mondjuk az ilyen nagyon magas frekvenciájú harmonikusokat leszedi róla, de hát az már túlságosan overengineering lenne egy ilyen workshophoz. Jó. Feltöltés kész. Jack-ajzat itt van. Ajzat, csatlakozó. És azt mondja, hogy megint a földet azt ide. Igen, ez definitely csúnyán hangzik, és még a frekvencia is megváltozott, tehát kell rá egy kondenzátoros szűrés, és már is jobb lesz. Eskimo csinált egy nagyon jó szintetizátort már így, úgyhogy őt lehet kérdezgetni ilyenekről. Lényeg, hogy az Arduino még erre is képes. Jó, és igazából, hát most már lassan átmennék abban a részben, hogy kérdezzetek, mert kezdek saját ötletekből kifogyni, és nem biztos, hogy titeket az érdekel, amiről én beszélek. Nem mondod. De ha mondjuk kérdésekkel tudnátok egy kicsit irányítani, háttérben nagy röhögés. Tényleg, bármi. Nem akarod megmutatni nekünk azt a projektet, amit te dolgozol, és olyan ügyesen azt a nagyon szexi nézet így kerülöttel lehet tölteni a programokat. Ó, tényleg. Na, például, igen, nem biztos, hogy mindenki szereti az én Java-s gulikat, az igazság, hogy én sem. Mint látjátok, nem is megy nekem annyira a használatuk. Jaj, de jó, hogy mentés az állományba. Gyorsan, ezt ágában én jusson elmenteni bármit. Szóval, nekem van egy ilyen csodálatos projektem, amit igazából csak azért nevezek az enyémnek, mert vagy három sort bele kontribútoltam, és ezt úgy hívják, hogy ArsCons. És... ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen SCONS nevű rendszer, nyilván mert az abba van betéve. Igen, nem tudok gépelni, ha előadok, ez ilyen. Tehát ha megnézzük, ez egy ilyen Python nyelvű kis program, és ez elvégez mindent, ami nekünk kell. Mac OSX-re, Windows-ra, meg hát Linux-ra azon belül leginkább Ubuntu-ra van belőle, de ez szerintem magával hordozza azt is, hogy Debianon is működik. Tehát Debian usereknek elég felrakni az Arduino nevű csomagot, ami elvileg tartalmaz az Arduino üdét, de nem kell használni, cserébe fölviszi magával az összes olyan fájlt, ami kényelmessé teszi az Arduino-t, nevezetesen te megmondod, hogy milyen bordod van, és ő magától kitalálja, hogy milyen architektúrára fordítson, és milyen bitsebességgel küldje fel a programot, és milyen protokollt használjon, mert ez az a három, ami igazából bármelyiket elrontod, akkor nem fog működni. Tehát ha csak nem azt szeretnénk, hogy a projektünk kizárólag a mi Arduino boardunkon és a mi számítógépünkön forduljon, akkor ez egy egészen kiváló megoldás. Ráadásul az, hogy ugye mondtam, hogy a resethez a sorosportnak billentgetni kell egy bitjét, ezt eleve például Makefile-ból nem lehet megcsinálni. Most akkor kérdés, hogy egy Make plus Python megoldásnál nem jobb egy Pure Python megoldás, tehát minek használni egy fölösleges komponenst a dologra, ha működik anélkül is. Mutassunk is be egy példát. TMP-ben. Csináljuk meg a Blink nevű programot újra, és hát az a jó, hogy van Vimhez highlight hozzá, úgyhogy aki a Vimet az egyetlen igaz szövegszerkesztőt használja, Stefan hetszelésére. A
szépen lehet benne írogatni, tehát azt mondjuk, hogy... Igen. Void setup, látjátok, a setup nevet is felismeri. Pin mode, 13 output. Jé, azt is felismeri. Void loop, pin mode, digital write, 13 high. És most menők leszünk, és a delay-t ezt csak 500-ra vesszük, mert úgy sokkal menőbben villog. Delay 500, és ennyi. És amit csinálunk, az annyi, hogy ide másoljuk ezt az sconstruct file-t. Ez úgy néz ki, hogy ez itt legyen. Ez olyan, mint egy make file, és gyakorlatilag a make-et hivatott feloldani. És azt mondjuk, hogy scons, akkor fogja, és csak simán lefordítja. Pörög egy csomó minden, amitől egyrészt úgy néz ki, mintha sokkal jobban értenénk hozzá. De amit igazából ő csinál, az pont ugyanaz, amit az Arduino ide is csinálna, csak nem kell hozzá Java meg GUI. Tehát ő ugyanúgy, tehát ha van egy projekted, ami Arduino idével fordul, az garantáltan ezzel is fordulni fog. Tehát ha mellé vannak hányva library-k, ha az Arduino library könyvtárában vannak közös library-k bemásolva, ha egy alap library-t használsz, ő ezeket mind összeszedi neked és berakja, sőt, még be is jelöli a GCC-nek a ilyen kis speciális markereivel, hogy melyik fájlból volt, hogy ne az legyen, hogy te egy generált kódba kapod a warningot meg az errort, és olyan sorszámokat kapsz, amikről gőzöd nincs, hogy hova hivatkoznak, mert valójában ugye egy generált kódban van, nem a te eredetileg írt kódodban. Tehát gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy egészen kényelmes, és igazából a végén még ki is írja, hogy mekkora a hely. Tehát mondom, ugyanazt megcsinálja, mint az Arduino, csak ide nélkül, tehát látod, hogy bele fog férni a cuccodba, és ezek után azt mondom neki, hogy sconce upload, akkor lehúzom róla addig ezeket a cuccokat, akkor ugyanúgy fogja, neki el, ja, 328-as atmegára van beállítva, azzal nehezen fog menni. Legalább azt is megmutatom, hogy kell átállítani, vagy nem leszek olyan menő, és kérek egy 328-asat, hogy ne ezzel menjen el az idő, kérek egy 328-as, az, köszönöm. Rádugok egy 328-ast, és föltölti rá, és kész is van, és villog rajta szépen. Hogyha 168-asra kéne beállítani, az sem egyébként ördöngősség, nagyon szépen le van benne írva, hogy pontosan milyen dolgokat lehet beállítani. Tehát például, ha a portod nem a DevTTI USB 0, akkor megadod ezt neki így. Ha kell valami extra read, megadod neki extra readben, és igazából például most nálam az Arduino board az, ami kérdés, ő neki defaultnak ugye az van beállítva, hogy mi van a Arduino board default. Azt honnan szeded? Ja, azt onnan, hogy kiveszi, hogy add meg a 328 az a defaultja neki, de ha én azt mondom, hogy upload Arduino board egyenlő add meg a 168, akkor igen, adom neki, és azt mondom neki, hogy töltse föl. Újra is fordítja, mert ugye másik architektúrára kell, és voilà, ezen is villog. Tehát amit az idében egy kattintás átállítani, azt itt egy paraméter átállítani, és nem kell áttúrni hozzá egy makefile. Szóval, ilyen ez a csodálatos arcconsz, és szerintem annyiban jó, hogy unobtrusív, tehát ha utána mondjuk ezt az sconstructot nyilván azért nem rakod bele a projekt forrásfádba, mert ez egyrészt attól függetlenül fejlődik, másrészt semmi köze a projektedhez. Tehát ez ahhoz kell, hogy lefordítsd ide nélkül, de ez csak egy segédfájl. Ha ezt ezek után kiadod a programodat, biztos lehetsz benne, hogyha ezek után egy Mac-es művész, aki gőze nincs arról, hogy mi az a fordító, megnyitja egy Arduino idével, le tudja fordítani. De ugyanúgy, ha te kapsz tőle fájlt, azt is te meg tudod nyitni és le tudod fordítani, tehát ez szerintem egy jó kompromisszum a kell. Miért nem egy Linuxos volt ez a művész, akinek gőze sincs fordításra? Ki mondta, hogy a MacBook ilyen nem Linux fut? Ákos nem bírja idegekkel. Ez a nagy megterhelés neki. Igen? Nyugodtan lehet kérdezni egyébként. Akár ezzel is, amit épp mutattam. Igen. Az a kérdés, hogy fordító el tud-e futni egy routeren, el tud futni. Tehát az a GCC-t nagyon sok dolgra le lehet fordítani, többek között routerek. Tehát igazából ez a fordító, neki kell összesen egy
ugye az AVR GCC, az a GCC úgy lefordítva, hogy AVR legyen a kimenete. Tehát annak ellenére, hogy X86-on fordítunk, vagy nem, X64-en, attól még AVR a kimeneti architektúra. Kell neki ez az AVR Dude nevű program, amit itt irogat. Ő az, ami föl tudja másolni magára az Arduino-ra az eszközt, és a sconce miatt kell neki Python, ami miatt mondjuk inkább tárterület igénye lesz, tehát például adott esetben mondjuk egy SD kártya kell, de eleve a GCC se nagyon fér bele, tehát ahova a GCC elfér, oda elfér a Python is. Az a kérdés, megfelelő eszköze a robothadsereg megépítése? Természetesen megfelelő eszközre, sőt csak ajánlani tudom, hogy építs egy robothadsereget, ami köröz a város fölött és wifi jelek után kutat. Egyébként javaslom, hogy ha más nem, egy breadboardot mindenképp vásároljon mindenki, aki szeretne ilyet játszani, bármelyik elektroboltban kapható. Egy elektrobolt hol van? Van egy pár a városban, most így mondanék párat. Például Újbuda 11. kerületben van az Allé mellette egy, akkor van a Budafoki úton a Mikronika, ők nem tudom élnek-e, halnak-e, mert a domain nevük az már nem aktív. De igazából floppit is árultak, tehát hogy én nem csodálkoznék, ha nem figyelnének arra, hogy a domain nevük az még be van épjegyezve. Hogyha az ár nem számít, ellenben például fontos a szombati nyitvatartás, akkor az Oktogonnál van a Konrad Electronic, ők hát nem olcsók, de igazából nem, a minőségűvel nincs probléma, tehát ha mondjuk kell három ellenállás, abban nem dög lesz bele, ha a Konradba veszed, főleg ha mondjuk közelebb van hozzád. Már a Blahánál is van Konrad. Ma is tanultam valamit, én eddig az Oktogonit ismertem csak. Illetve van a Lehel térnél a Lomex, az a nagyon nagy, tehát annak egyrészt van egy jó webáruháza, ahol előre ki is tudod nézni, mennyibe kerül, van-e nekik, és lehet is úgy rendelni, hogy átveszed a boltban. És hát nagyjából ezek, amik most így eszembe jutottak, de keressetek neten. Breadboardot szinte mindenhol lehet kapni, nagyon sok méretben és változatban, de mind ugyanazt tudja. Tehát maximum annyi, hogy van még alá egy nagy board, meg mondjuk tápcsatlakozók, de tényleg ugyanazt tudják. Éppként meg azt szerintem nem mondtam, hogy ezek a szélsők, ezek meg függőlegesen vannak összekötve, és nekünk van is ilyen kitünk, ha valaki nagyon akar forrasztani, összerakhat egy olyat, amit ide így rádug, úgyhogy beleessen a kis tüskéje ebbe a táprészbe, rádug egy notebook tápot, és be lehet csavarhúzóval 100 voltra pontosan állítani, hogy hány voltot kapjon. Tehát ez a programozható tápegység kis testvére, tehát ezt nem is tudom mennyiből össze lehet rakni, ez egy olcsó nagyon, maradt után 3-4 alkatrész, és tartja is azt a feszültséget. Tehát szemben a Junka dugótáppal, ami 18 voltot ad ki, de a megterhelett 12,5 lesz belőle, ez tartja is a feszültséget, kipróbáltuk, és már is lehet kezdeni vele a kísérletezés. Lehet Arduino-ból is olyan változatot kapni, amit a breadboardra rá tudsz dugni konkrétan. Tehát egy ilyen hosszúkás Arduino, azt hiszem Arduini néven is fut. És akkor ugye még egyszerűbb, vagy van a másik verzió, ami például itt is, vagy az Arduino rá van téve egy ilyen vele közös dologra, vagy még menőbb, van olyan shield, amin egy nagyon pici méretű ilyen breadboard van rajta. Breadboard ugyan van, itt is egy csomó, én legutóbb 4-et számoltam össze, de amit így ugye kínhajtsz, hogy összeraktál rajta valamit, azt utána, ha valaki másnak kell egy breadboard, és máshol nem talál üleset, az fogja és szétszedi, mert miért ne, tehát miért lenne fontosabb a te projektet, tehát ezt mindenképp érdemes egy sajátot beszerezni, maximum egy 1000-es, és utána szépen a saját projektedet tolhatod rajta. Másik lehetőség az, még szintén, hogy egy Arduino-t valahonnan beszerezzetek. Arra föl is írtam a wikire egy pár lehetőséget. Igazából a Tavir az talán a legolcsóbb, de ő nála, hát a fene tudja, elvileg Arduino kompatibilis, és szépen is működik, és szerintem a beosztását is tartja, csak ő nem mondhatja rá, hogy Arduino, mert nem licenszelt termék, tehát ő AV Arduino-nak hívja, de ugyanazt tudja. És hát külföldi oldalakról meg ezrével lehet rendelni, kinek melyik tetszik. Fablabosok is árulnak egyébként, de annak az ára az, hát szóval akkor már inkább külföldről kategória. Ami meg azt hiszem inkább majd, hogyha van Arduino, és már nagyon nem tudsz el mit kezdeni, lehet shieldeket minden mennyiségbe, tehát lehet rá
Ethernet portot szerezni, bár ugye érdemes elgondolkozni, hogy azért nem lett túlzás benne, van egy K memóriád, akkor abban egy Ethernet csomag is már úgy maga 1500 bájtjával érdekesen fér be. Stefan ugye kijavít, hogy nem csomag, hanem frame Ethernet szinten. Nem javít ki. Lényeg, hogy lehet vele twittelni, meg akármit, HTTP-n egyszerű kapcsolatot létesíteni. Mi igazából itt például azt preferáljuk ilyen kategóriában, és például a Hexenst is így építettem meg, hogy van egy VRT54G-s router, de már van ezer másik, lényeg, hogy OpenVRT fusson rajta, és akkor azon van egy soros port, az Arduinon ugye már tudjuk, hogy van egy soros port, kettőt összekötöd, és már is kaptál egy olyan eszközt, ahol az Arduino tudja a hardware specifikus részeket csinálni, viszont a hálózati kártya szerepét úgymond a VRT54G látja el, és azon mindjárt ugye fut egy teljes Linux, tehát vannak értelmes libjeid, van egy shelled, van SSH-d, van végeted. Tehát én például ezt a kombót tudom ajánlani, hogyha ilyen nagyon hálózatra kapcsolódó dolgokat akartok, tehát ugye ott már például kapsz ingyen mindjárt egy wifi kapcsolatot is az Arduinodhoz, és igazából nem fogyasztal se sokat, tehát a kettőt egy házba be lehet rendesen rakni, a regulátor az pont jó ahhoz, tehát én például úgy csináltam meg, hogy beleraktam a router dobozába, és összekötöttem, hogy a router táp vonala mindjárt az Arduino is, és így szépen együttműködnek, tehát most már hát lassan januárban lesz 3 éve, hogy működik a Hexensit itt a Hackerspace-ben, és igazából azzal a részével nem voltak problémák, hogy Arduino vagy router, azzal legfeljebb, hogy én szarul írtam meg a programot, vagy a hozzá kapcsolódó nyomógombok nem a legtökéletesebbek. Szóval ezt mindenkinek tudom mondani. Lolshieldet egyébként nagyon vicces dolog. Ha szeretnétek forrasztást gyakorolni, akkor bármikor lehet ilyen. Nyugodtan. Már jó dolog egyszerűen alulról megfogni is, mert tiszta forrasztás az egész, ilyen finoman domborodik. Ez meg ugye teljesen saját, ez volt az első shieldünk, ezt mi csináltuk.